azok, alig van olyan személy, akivel ne találkoztam volna korábban. Ezért nagyon egyszerűen kezdjük, belevágunk a közepébe. A szerencsétlen magyar nemzet általában a tragédiáit ünnepli, pedig lenne okunk arra, hogy a dicsőséges múltba kapaszkodjunk azokba a dolgokba, amelynek a nemzetnek megmaradását jelentette. Itt lesz néhány óra múlva az aradi 13-ra való emlékezés. Önök közül nehányan ott voltak Velőcén, ahol a trianoni gyalázat diktátum 100 éves megemlékezése történt ugyanabban az órában, ugyanabban a percben. Én a mai előadást ennek a fellemítésével kezdem, el fogom mondani, hiszen önök közül, mondom, páran ott voltak, de erre a napra nagyon-nagyon kell emlékeznünk. Magyarországot 100 évvel ezelőtt keresztre feszítették Franciaországban, Trianonba verték be a vasszegeket, vasszegeket testünkbe. Testünkbe, nem végtagjainkba, mert keresztre feszítés előtt megcsonkolták országunkat. Kínhalálra ítéltek bennünket, mint oly sokszor írott történelmünkben. Sokszor próbálták kiirtani a magyarokat, de ilyen előre eltervezett és galád módon végrehajtott pusztítást soha nem végeztek országunkon. 906-ban az Árpád hazatérését követő 11. évben Európa, mai nevén az Európai Unió meghirdette a leszámolást. Ungros eliminandos esse, a magyarokat el kell pusztítani. Árpád 907-ben csupán 3-4 tumen tudott mozgósítani. 907-ben 1113 éve Európa Egyesített Serege mintegy 120 ezer fővel a kor legfejlettebb haditechnikáját felsorakoztatva zúdult Magyarországra. A háromszoros túlerőben lévő ellenséget őseink Árpád vezetésével úgy megverték, elpusztítva a hadvezéreket, nemes urakat, püspököket, egyházi vezetőket, hogy Lajos király is csak szerencsével menekülhetett el pozsonyi csatából. Ezt követően 123 évig nem tudta átérni idegen hadsereg a magyar gyepkeit. Hős magyar vitézeink, különleges képességekkel megáldott királyaink, hadvezéreink több mint egy évezreden keresztül a Szent Korona országát, országait vérrel és verítékkel megtartották a Kárpát-medencében. A mai nap, június 4-e nem örömünnep, nem az összetartozás ünnepe. A mai nap nemzetünk legfájdalmasabb gyásznapja, és egyben a tartozás napja. Az anyaország hosszú időre cserben hagyta
az elszakított részek magyarjai megfeledkezett anyai kötelességéről. A tartozásunkat előbb le kell lóni ahhoz, hogy újból összetartozhassunk. Megbocsátani keresztény kötelesség. Megbocsátani csak annak lehet, aki bocsánatot kér. Az elmúlt 100 évben senki, egyetlen nemzet nem kért bocsánatot tőlünk. A bocsánatkérés után esetleg megbocsáthatunk, de megbékélni soha nem lehet, amíg a rabolt területek és annak magyarjai vissza nem térnek a Szent Korona oltalma alá. 100 éve már sírunkra dobálták a földet, de a csonkolt torzó a magyar nemzet ebből a gödörből is kimászott. Köszönhetően azoknak, a szellemi emberi nagyságoknak, akiknek minden koron a haza minden előtt volt. Ma is vannak, és a jövőben is lesznek nemzetmentő magyarok. Én és az itt lévők egyike sem mondhat le soha egyetlen rögről sem, amelyet őseink megszereztek és megtartottak. Nem kaptunk rá felhatalmazást, hogy lemondjunk róla, vagy eladjuk ezt a szent földet. A mai napon emlékezünk. Itt az önök által bejárható stációk mutatják be azokat az ősöket és elődöket, akiknek köszönhetjük magyarságunk és a Kárpátalja megmaradását. A magyar nemzet Bőrix madár módjára többször feltámadott. Világhatalmak megtörtek, tatár, oszmán, osztrák, német, szovjet birodalom. A globális pénz és ideológiai hatalom is végnapjait éli. Mi vagyunk. Magyarország létezik. Gróf Afonyi Albert trianoni védőbeszédében mondotta, önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország oszt lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Trianoni keresztvánk rozsdás vasszögeit tartogatjuk a globális világhatalom koporsó szögeinek. Elég volt a megalázkodásból, elég volt a földre szegezett tekintetről. Magyarok, emeljétek fel helyeteket, büszkén emlékezzetek az 1100 év küzdelmeire. Csonka országunkban és az elszakított részekben utolsó leheletig őrizzetek minden rögöt. Székelyek, mint oly sokszor, vigyázzátok keleti határainkat. Nándorfehérvár ivadékai, hallgassátok a déli haragszót, amely a ti dicsőségeteket hirdeti. Emlékezzetek! Ne felejtjétek! Munkácsiak, Zdínyi Ilona és Rákóczi várát vigyázzátok! Pozsonyban ne felejtsétek, hogy voltak időn az ország szíve nálatok dobogott. Király koronázók ünnepek, országgyűléseink emlékét, rezgéseit a ti városotok, a mi várunk valai őrzi. Mindig voltak és lesznek magyarok, akik munkájukat, szellemi és anyagi erejüket az ország javára fordítják, és készek életüket is feláldozni a hazáért. Ma nem élet áldozatra, hanem munka áldozatra van szükség. A mai napon Betlen Farkas tanyáján jöttük össze emlékezni. Betlen Farkas öregapja volt a második bécsi döntés után Észak-Erdély kormánybiztosa. Példát mutatni és áldozatot hozni
mindenkinek megadatott. Betlen farkas ősei örökségét követve 14 stációt építetett, 17 nemzetmentő és nemzetőrző magyar ember történetével. A magyar kálvária gravírozott résztábláinak szövegét Zana Diana írta és szerkesztette. Olvassátok el, és mondjátok el fiaitoknak, unokáitoknak, kik voltak e nagyszerű emberek, kik voltak vezetőik, kik voltak nemzetünk bástyái, világító tornyai. A Teremtő Istennek köszönöm, hogy éltem alkonyát abban a gyönyörű völgyben, Betlen Farkas gróf szomszédságába töltetem. Innét küldöm üzenetem minden magyaroknak fájdalmas kiáltással. Töretlen hitemet Sajó Sándor megfogalmazásában itt hagyom örökül. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni csak magyar földön és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már most borba hull. De ezt a lelket itt hagyom örökbe, és ez ott víjog majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe. El innen rablók, ez az én hazám. És leszek szégyen, és leszek gyalázat, és ott égek majd minden homlokon, és mint bújtosó gyász az én szép hazámat a jó Istentől vissza az okokon. És megrúgom majd hitem harsonáit, hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt. Bölcsővé lesz még minden rovatal, Habas Kárpáttól Kéklő Adriáig. Egy ország lesz itt, egyetlen és magyar. Ez a trianoni megemlékezés mindannyiunk fájdalmas sebét tépi fel. De olyan időket élünk, amikor az egész világot fenyegeti egy ismeretlen ellenség, kicsi ellenség, vírus. Szomorúsággal tapasztalom, hogy egyik oldalról azt mondják, hogy belepusztul az emberiség, másik oldalról azt mondják, hogy ezt a vírust kitalálták, és a politika és a gyógyszergyáraknak a kreálmánya. Sajnos a Magyarok Világszövetsége alkalmazott arra, hogy áltudósok azt terjesszék, hogy semmi veszély nem hordoz ez a vírus. Én most le fogok ülni azért, mert a Jóisten próbára tett nagyon. Nem pusztultam bele, de még egy nagyon picit erősödnöm kell ahhoz, hogy állva tartsam végig ismételten előadásaimat. Mert titkásan ülnek, hiszen én csak embereknek tudok előadást tartani. Kamerának, mikrofonnak nem. Ezért már évek óta nem vállalok egyetlen televízióban szereplést. Ha üzenetem van, ami az elektronikus lehetőségek tárházában megvan, akkor üzenetet fogalmazok meg. Amivel kezdem, az egy nagyon egyszerű dolog, mert ha az ember sokat el akar mondani egyszerre,
és kevés az idő, akkor nálánál bölcsebb, okosabb emberekhez fordul, és az okos emberek, költők, írók röviden meg tudják fogalmazni a mondani valót. Azért kapták a tehetséget az Úristentől, hogy koncentrálják egy versbe, vagy egy rövid írásban gondolataikat. Egy kevésbé ismert, nagyszerű magyar költő, György László versét fogom felolvasni. Ennek a címe: Fura szerzett az ember. Értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üveg pohár. Ember ember felett, ember dolgok felett, igaz szívvel ítéletet nem tehet. Emberségünk naponta megalázzuk, a történelmet csak magyarázzuk. A látókra, igazat akarókra, költőkre és egyéb írástudókra ezred évek óta már Kasszandra sorsa jár. Hiába veszítette keresztre magát a múlt, jelenünk ebből mit sem tanunk. Értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üvegpohár. Fura szerzett az ember, csodákra termett, de parancsra sárba fekszik, megöregszik, s nem mer hinni a csodákban, fél a sötét szobában. Istenhez menekszik, hogy űzni el a sötétet, és nem is sejti, hogy Istenről már rég lekésett. Fura szerzett az ember, rombol és teremt, égig él a vágyban, de a legszebb csodában, saját magában hinni nem mer, számni való védtelen, mint éppen esztelen csika. Hagyja, hogy álmait hétköznapokká tapossák, szivárvány szemét szürkére mossák, s lenyesség szárnyait. Fura szerzett az ember, teremthetne egy szebb világot, ember szépet, nagyszerűt, de meghal inkább, mert az egyszer. És ez nem véletlen. Amikor az emberre nehéz súlyok nehezebbnek, és sok fájdalmat megélt, és aki tudja, hogy ez a másik világ, ahova mindannyian jutunk, szebb, boldogabb, mint az e világ, akkor időnként elgyengül. Én az 5. infarktusomat a rendelőmben értem meg. Előtte már 7 beavatkozás volt a szívemen, és ez a világ nagyon sok fájdalmat okozott nekem, és ott ültem, mert pontosan tudtam, hogy melyik ér zárogott el sokadszorra. Azt is tudtam, hogy e világi létemben maximum másfél órát kell szenvednem, és beléphetek abba a másik világba. Kértem a Teremtőt, hogy fogadjon be. De miközben ott ültem, s vártam e földi halálomat, rádöbbentem, hogy ez nem Isten szándéka. Istennek szándéka pontosan az, hogy itt a Földön fejezzem be a dolgaimat, mert ha az ő szándéka lett volna, akkor már fönt lennék. De tudtam, hogy mit kell tenni, ha nem teszem meg, ez nem Isten szándéka, hanem ez öngyilkosság. Ekkor ki tudtam valamit mondani, és a mai napnak ez a legfőbb tanulsága. Ez egy régi bibliai mondás. Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom.
te engem arra szántál, hogy itt földi létemben viseljem a nehézségeket és tanítsak. Hány helyen voltam azóta, hány könyvet írtam azóta, amióta ez történt, 5 évvel ezelőtt, csak hogy a Teremtő, ha visszaparancsolt, akkor nekem is van dolgom. Önök közül többen ismernek, hiszen évek óta drága barátom Nyers Csaba hívására eljövök önök közé. Nem látszik olyan nagyon, de 47 kilótól szabadultam meg. 47 kilótól 30-35 éve másfél óránál többet nem aludtam, de leszoktam egyéb rossz szokásokról is. Naponta egyszer eszem, nem mindig. Naponta legalább 3-4 órát gyalogolok, és ezen kívül fizikai munkát végzek. Ha én Budapesten maradtam volna a belvárosi lakásban, akkor nem lehetnék önök előtt. Kiköltöztem tanyára, én parasztnak születtem, visszamentem parasztnak. Reggeltől estig kint vagyok olyan csodálatos helyen, ahol a levegőt lítjelenként kellene árulni, és akkor belecsapunk a Covid-ba. De mielőtt belekezdenék ebbe, ugye az ember test, lélek, szellemből áll. Ez olyan, mint egy háromlábú szék. A magyarok egészségkönyvben majd két szó fogok róla szólni. Háromlábú szék, mindegy, hogy melyik lába törik el, a szék felbillen, feldől. Mind a három láb egyformán fontos. Nem csere szabatosak. A kelést sebészkéssel kell gyógyítani. A lelki bajokat lelki módon kell gyógyítani. A szellemi bajokat pedig a szellem gyógyászai, tanítók, tanárok, predikátorok próbálják rendben tartani. Egyetlen egy élőlény képes az entrópiára. Az entrópia rendetlenség. A természetben rend van. Az Isten által teremtett világban minden rendben megy. Az ember felrúgja az isteni rendet, és rendetlenséget teremt. Ez a vírus sokak szerint nem bizonyított, de hasonlóan az ebolához és az AIDS-hez emberi kreálmány abban a vonatkozásban, hogy módosították a vírust. Gonosz tudósok, ha emlékeznek még rá, hogy honnét indult ki ez a vírus Kínából, ott a kínaiak egy amerikai tudós csoporttal 100 km-re helyről kísérleteztek. Az AIDS, ugye majmokon végezték a kísérleteket, és a majmok elszabadultak. De higgyék el, a Teremtő Isten nem tudják legyőzni. Ember a természetet nem fogja soha legyőzni, ha nem alkalmazkodik, akkor a csúcs ragadozó az ember fog elpusztulni. De emlékezzenek! 7,5 milliárd ember van a Földön. Önök 7,5 milliárd egyszer volt, soha nem lesz, soha nem volt csoda. A csoda önökben van. A Teremtő mindenkinek kijelöli az útját. Nincs kiválasztott nép, se a zsidó, se a magyar nem kiválasztott, de ide önöket
a Kárpát-medence minden területére, az Úristen küldötte. Ő küldte, és mindenkinek ott van dolga, ahova a jó Isten küldte. Kaptunk egy olyan ajándékot, amihez nincs hasonlatos. A Kárpát-medence földrajzi egység, de nem ez a legnagyobb kincsünk. Mi a legnagyobb kincsünk? A magyar anyanyelvünk. Miért? Mert a magyar nyelv az agynak azon részét fejleszti, ami a kitaláló, felfedező képességért felelős. Nem véletlenül vannak arányszámaiban. Sokkal többen a Nobel-díjasok, de még annál pontosabb a feltalálók, mert Nobel-díjat sokaknak adnak, de sokan nem kapnak Nobel-díjat. Akik feltaláltak. Önöknek, már akik itt voltak, felolvastam, hogy mi sok dolgot adott a magyarság a világnak. Mi sok dolgot ad ma is a magyarság a világnak. A befejező részben a hitvallásomban, a krédómban ebbe külön kitérek. De én jöttem, hogy segítsek ebben a nehéz helyzetben, mert ez a világ az információ miatt rendetlenségben van. Én professzor, több mint 40 éve katedrán voltam, és egyetemi hallgatókat tanítottam. A professzornak nem az a dolga, hogy mindent tudja, ami az interneten fent van. Mi a dolga? Hogy a széna kazalban megmutassa a hallgatóknak, hogy hol a tű, merre van az észak irány. Önöknek is szeretném megmutatni, hogy merre van az észak irány. Semmi másra nincs szükségem, mint az önök magyar gondolkodására, magyar nyelvükre, és a paraszt logikára. Kezdődik az egyetemi óra. Amikor így légyzünk, akkor egyszerre 500 milliliter levegőt szívunk be. Ebből 150 milliliter a légcsőbe kibejár, ezért az orvosok holt térnek nevezik, mert nem vesz részt a légcserébe. Ha egymást nézik, hogy ki hányszor légzik percenként, 14-18, maguknak ne számolják, mert minél jobban figyelik, annál jobban kapkodnak levegőért, szomszédokon számolják le. Egyszerű matematika. Ha 20 légzést veszünk, és 350 milliliter hasznos légcsere, az mennyi egy perc alatt? 7 liter. 7 liter. Az itt ülő hölgyek és itt ülő urak mély levegőbevétellel, a hölgyek 3,5-4, a fiúk 4,5-5 liter tudnak beszívni maximális belégzéssel. Maximális belégzés után maximális kilégzés, ezt hívják az orvosok vitál kapacitásnak, életkapacitásnak. Milyen érdekes? Minden órában, az eljövendő órák mindegyikében állva, úgy, hogy kisiskolás korukban, magas karemeléssel belégzés, lehajlással, karleengedéssel kilégzés. 10 lélegzetvétellel, 4 liter számolva 40 liter. Egy perc alatt ki tudják szellőztetni a tüdejüket. A Covid-nak a retteget szövődménye kétoldali tüdőgyulladás, de ez nem szokványos. A tüdőgyulladásnál plazma, a víznél kicsi sűrű folyadék megtölti a léghólyagokat. Ha nincs a léghólyagnak kapacitás, mert víz van benne, akkor nem tud levegőt fölszívni.
kétoldali tüdőgyulladás még eddig a világon mindig halált okozhatott. A Covid pedig halált okoz. Miért? Mert olyan kocsonyás anyag tölti ki a léghólyagokat, hogy ezt eltávolítani nem lehet. A kezdet kezdetén, a kezdet ott van, amit mondtam, 10 méter levegőbevétel. Maximális belégzéssel karba kell tartani a léghólyagokat. És itt van ez a gyönyörű idő. Ugye tudják, hogy Fleming a penicillint hogy fedezte fel? Ő baktériumokat tenyészett kis üvegtálcikákba, és egyik reggel megy be, kedvenc baktériáim eltűntek. Nincs baktérium, mi lett, mi történt velük? Mikroszkóp alá tette, ágylemezre, és mi derült ki? Hát gombák voltak a baktériumok helyett. Magyarul a gombák pusztították el a baktériumokat. A természetben egyensúly van, rend van, ugye? Entrópia csak az embernek a sajátsága. Baktériumok, gombák, vírusok, nem látható kis állatkák, ezek mind ott vannak, a bőrünkön, a tüdőnkben, mindenhol. Egyensúlyban, mert a baktériumot pusztítja a gomba, a vírus pusztítja a baktérium, és olyan, mint a természetben a róka meg a nyúl. Ha kiírtják a rókát, elszaporodnak a beteg, nyulak. Ezért a természet rendjét nem szabad feldobni. De ha most kimennek a pilisbe, akkor ingyen antibiotikus kezelésbe részesülnek. Mit jelent ez? A lehulló halevelek, a rothadás az gombás folyamat. Ahogy mennek az avaron, a micéliumok, a gombaszál kis vonalak felszállnak, és azt jó mélyen beszívják, akkor ott lesz a tüdejükbe az ingyen antibiotikus kezelés. Nem lesznek allergiások erre, mert az allergia és a védekező képességnek az egyik hasznos válfaja volt, de annyi méreggel mérgeznek bennünket, hogy mindenféle ellenségekre csak így tud reagálni a szervezet allergiával. Az allergia az immunrendszer túlproduktuma. Most jön a következő óra. Hogy tudjuk az immunrendszerünket erősíteni? Egyáltalán hol helyezkedik el az immunrendszer? A gyomor-bélrendszerben a 70%-a. 70%-a. Ezért a tüdő mellett, hogy ne kapjunk fertőzést, de ahhoz, hogy az immunrendszerünk jól működjék, nagyon-nagyon vigyázni kell a gyomor-bélrendszerre. Alapismeretek. A legszennyezettebb testrészünk a szánk. Tele van baktériumban, vírussal, gombával. Igen ám, de a nyálban már vannak olyan anyagok, amik gyérítenek, ugye? Emlékeznek, szúnyogokat nem kiirtották, hanem gyérítették. A nyelőcső se nem savas, se nem lukos. Hetes a pH-ja. Magyarul ő befogadó mindenre. Amint a táplálék lejut a gyomorba, ott mennyi a savasság. Ha még emlékeznek, pH-val jelözik, de egység. 1,5-2,5 a savasság. Vasszöget is
elemészti a gyomor, de sokkal fontosabb, hogy amit lenyelünk, figyelem, ők anélkül, hogy tudnák naponta másfél liter orr-garat nyálváladékot nyelnek le, csak erről ez nem tudatosul. És akkor most jön az, amire nagyon vigyázni kell. És ugye paraszt őseimre vissza fogok térni a táplálkozásnál is, de szeretném kérdezni, hogy idős emberek emlékeznek-e, hogy a Földön hogy fújta ki az orrát a paraszt ember? Így. Egy orrukat befogott, ezzel szűkítette az orrjáratot, ezáltal nagyobb sebességgel tudta a váladékot kicsapni. Az ugye nagyon jó, mert ha kezére fújta, akkor leverte. De akkor még kötény volt, megtörölte a kötény. Japánban, hát először, amikor az Amerikai Egyesült Államokban 84-85-ben egy japán professzor volt a partnerem, társam, soha nem fújta az orrát. Mit csinált a japán? Megszívta. Aztán nyerte. Ha sűrű volt, meg olyan erősen váladék, sárga, akkor kikötte. Emlékeznek a idős emberek, elmentük a kocsmába, a gyerekmódra, oda volt írva. Földre köpni tilos, mert köpőcsésze volt. Bizony, oda kellett köpni a sűrű váladékot, de a legborzasztóbb dolog, és már a gyerekek csodálkoznak, hogy ennyi középültő gyulladás van, meg arcüreg, meg nem múlik el a baj. Miért? Hogy fújunk orrot? Mint a két orrukat befogjuk, hatalmas nyomásra létesítünk, és a rosta sejtek felé, az agy felé, az arcüregbe, két arcüregünkbe, és a középfülbe, a középfülbe, az eustachfülbe befújjuk a baktériumokat. Szigorúan tilos két orrukat befogni, és az orrot nem fújni kell, hanem szívni. Mert amikor szívom, akkor kiszívom a rostasejtekből is, meg az arcüregből is, meg az eustachfülből is a váladékot. Bátran nyeljék le! Mert ez az első lépés ahhoz, hogy az immunitást megszerezzék. Miért? Ha nem manipulált a gyomor, nem szedne H-receptor, reflux-gátló gyógyszereket, akkor, ahogy említettem, 1-5 és 2-5 között van a pH. Itt minden baktérium gyűrűkomba elpusztul. Ha szedik a sav csökkentő tablettát, a pH-től megy 4-re, azon szépen az erős baktériumok, vírusok, gombák átmennek. Elméletileg és gyakorlatilag is a vékony bél steril. Tetszik érteni? Steril. Ha oda bejut baktérium gomba, Crohn-betegség, vékony bélgyulladás, szinte gyógyíthatatlan. De a rossz hírnek nincs vége. A vékony bélen átmennek a baktériumok is egyéb jószágok, és az önök a vastag belében minden milliliter nedőben 5 millió kóli baktérium van. Ez a saját kóli baktérium. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert az emésztés végső fázisát a kóli baktériumok végzik. Ha idegen baktériumok bejutnak gombák, legyőzik a saját baktériumokat, és colitis ulcerosa, magyarra fordítva, fekélyes vastag bélgyulladás alakul ki. Na most, megint az emberi logika végre gondolkodnak, hogyan gyógyítják a colitis ulcerózát. Hát, általában sebészkésen, mert kiukad a vastag, hogy ki kell vágni azt a szakaszt. De van egy modern terápia, 10 éve kezdték. Tudják, hogy gyógyítják? Logikus.
Hát vissza kell telepíteni a saját kóli baktériumunkat. Hogy lehet az? Hogy lehetséges? Vékony szondával a család nem beteg tagjából, mert azok általában hasonló a kóli tenyészet, vékony szondával levezetik a vékony bél végső szakaszához, magyarul szart préselnek a belegbe. Tetszik érteni? Na most, hogy ezt elkerüljék, mert azért az nem olyan, hogy látom a pecskendélbe szegény feleségem, kakiát nyomják belém, vagy a gyerekem, nem olyan könnyű elviselni lelkileg. De az, hogy lenyelik a nyákot, de főleg két lukkal nem fújják az orrukat, mert még egyszer, szívni az én kicsi unokám, a koppány másfél éves korától porszívót bekapcsolta, és az orszívóval szívta le a taknyot. Nem volt orrfújás, speciális kis műanyag csővel rátette, bekapcsolta a porszívót, taknyosnak érzte magát, leszívta a szutykot. Nem kell feltétlenül lenyelni, meg visszaszívni, már vannak. Dárki a patikába bemegy, minden porszívóra adaptálható, és felnőttek is. Ha nagyon el van dugulva, és sűrű a vádik, leszívni. Nem kiköpni a nyákot lenyelni, mert a gyomorsav szétdarabolja a baktériumokat, vírusokat, és a darabok azok okozzák, hogy lejjebb kerülve az immunrendszerünk védekezik ellene. Tehát, akkor most már lassan vége van az előadásnak, ugye ez már régi, tudják, aki egy óránál tovább beszél, egyéb aljasságokra is képes. Nagyon figyelem az órát, mert nem kívánok aljas lenni, de ókor görög orvos, sokan hallottak valószínű Hippokrátészről. Hippokrátész megmondta az egészség és a hosszú élettitkát. Ez most nem kerül önöknek egy villélyükbe sem. A titkot elárulom. Ó, mi nagy titok! Tiszta levegőt lélegezni. Már is mondtam, Budapesten, ha valaki a Rákóczi úton egy órát eltölt, az körülbelül 10 dobos cigaretta. Mert pillanat. Hallom a rádióban, bemondja, hogy szennyezett városok, Budapest olyan szennyezett, por és kémiai anyagokkal szennyezett, ne nyissanak ablakot és ne szellőztessenek. Pillanat, következő reklám, miről beszél? Biciklivel közlekedjenek. A bicikli az a szint, ahol legmocskosabb a levegő. Az édesanyák a belvárosba, a papa kocsiba, a papákat ott tolják. Csodálkozunk, hogy a gyerekeim betegek, ott ülnek a kompjúter előtt, 6 órát, 8 órát a televízió előtt, a stroboszkópos hatás az agyukat, a bunkokon fölmelegíti az agyukat, mert sugároz, a, mondják ez a gyors melegítő, mikro. Ma már ugye régen, hogy próbálták ki, vízbe melegítették a cumis üveget, és kézfejre rácsöppentettek, ilyen marra egyszer nem kell hőmérő. Hát, ha a kézhát elbírta, azt lehetett adni a babának. Figyelem, édesanyám, amit betesznek a mikróba, az pontosan mutatja, hogy a tejcsi, meg a nem tudom is, a 37 fokos, amikor kiveszi, a gyerek megeszi, és az a folyam, amelyel a mikrohullámú fölmerlített az étel tovább megy, a gyomrában a gyereknek 39-40 fokos lesz a táplálék. Végig gondolták? Mikrohullámos ütő, egyetlen kísérletet mondok el. Bárki otthon megcsinálja, pláne most jön ugye Luca napja majd, mert akkor vetjük el a búzát és karácsonyra szépen 10-15 centire megnő. Vegyenek búzát.
öt kis edényt ugyanabból a földből készítsenek elő. Ugyanannyi szemet, mondjuk 100 szemet minden kis edénybe ültessenek el, ugyanolyan földbe, ugyanolyan réteg vastagságot rá, és öntözzék az egyes számot esővízzel, a kettes számot szabad tűzhely, tehát fával gyűjtött spalháton fölforralt vízzel, gázmelegítővel fölmelegített, infra, ez a, hogy hívják, törvény, mikro, de előtte még ott még van valami, nem? Hát az elektrom, hogy? Csapvíz. Nem, a csapvíz, a csapvíz is, ezt meg lehet csinálni, csapvizet is lehet csinálni, de a csapvíz, mivel annyira változó, hamis eredményt ad, hat. Mert ha túl sok klór van benne, akkor az meghamisítja az erő tiszta forrása. Az esővíz ezzel locsol, mindig ugyanannyi vizet adjanak, mindig ugyanabba. Tehát a feltételek, tudományos feltételek legyenek. 100%-nak vesszük az esővízzel öntözött buzakikelés. Mi a második? Szabad tűzhely. A szabad tűzhelyen fölporral víz, amivel öntözik, 80%-os lesz a buszakik kevése. A Spalhelton, bocsánat, először elektromos, majd a szabad tűz az még nem olyan jó a gáz, mert az meg túlforral. Tehát az elektromos és a gázzal körülbelül 50-40%-os öntözzék meg, meg fogják látni ezzel a mivel. Nem véletlenül mondhatom ki, mert annyiszor ismétlik. Mikróval öntözött búza nem kell ki. Tessék, bárki otthon kipróbálhatja. Bárki. A víz, amivel öntözik, nem kell ki. A mikróval forralt víz. Mi pedig a sejtjeinket. Az emberi test 70%-ba vízből áll. Tetszik érteni? Masaru Emoto nem fér be a mai előadásba, ugye? De tudniuk kell, hogy a víz a mi rezgésünkre megváltozik. Ha jó, szépet, kedveset sugárzunk, akkor a víz rendezetté válik, és mikroszkóp alatt megnézve gyönyörű fraktálok, hatszögek, kristályok alakulnak ki. Ha ugyanez a társaság veszekszik ki, abár egymás bántja, rendezetlen a struktúra. Tehát igenis, szép szóval, kedvességgel mindannyian gyógyítani tudnak, és átokkal, rossz kisugárzással pedig betegséget okoznak. Szükség van az immunrendszerükre. Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék. Na, táplálkozzanak tiszta módon. Szinte lehetetlen. Ha csak ott van, nincs meg a gazdaság és maga neveli a gyesznóját, meg a csirkéjét, ott nem ad neki semmiféle tápot, hanem természetes anyagokkal táplálja őket. Ez szinte lehetetlen, de egyesek elkezdtek mangalicát kint a természetben nevelni, ha 10-szeres az ára, akkor is olcsóbb, mint a nagy áruházban megvett hús. Mert önök dekát kilót vesznek, pedig egészséget kellene venni. Az a sok mocsok, amivel fölneveli, különösen a nyugatról behozott sertések, növekedési hormon, antibiotikum, az mind az önök testébe fog menni. Megint Hippokrátesz, amit eszünk és iszunk, hozzá válunk. Ha szemetet eszünk, szemetet iszunk, szemét leszünk. Tiszta levegő lehetőség van. Tiszta víz lehetőség van.
forrásvizet kell inni, el kell menni üvegedénnyel. Egy hónapig könnyű helyzete annak, hogy a székely testvérei, mert ott mindenhol jön a forrás, de nálunk is, csak a Pilisbe, ha elmennek, számos forrás találnak. Forrás, víz, táplálék, ha már nem tudunk tiszta táplálékhoz jutni, akkor legalább arra vigyázunk, mi az legegészségesebb, a szénhidrát, fehérje és a zsírból. Mi a legegészségesebb? A szalonna, a zsír, meg a zsíros kenyér, ha az hosszú kovászos kenyér. A fehérjét nehezen emésztjük. Ugye pláne, ha csökkentik a savat, mert a fehérje kénhidrogén kötései pontja a gyomorsav. Egyetlen táplálék a fehérje emésztés, mindegy, hogy állati vagy növényi, a szulfhidril, a kénhidrogén kötéseket pontja a sósav, ami a gyomorunkban van. Ha valakinek rossz az emésztése, akkor pöfök, és olyan furcsa, olyan büdös, nem a lehelete, a gyomor váladék gáztartalma jön ki, meg ha ilyen fehérjét, ugye nem kell mondani, ha csülkös bablevés után jobb az ablakot kinyitják, mert utána olyan gáztervelés megy, hogy azzal lehet műteni egy lakást. Ugye gyerekkorunkban azzal szórakoztunk, hogy a szellentésnél megnyújtottuk a kijövő gázokat, és ezek a parom amerikaiak azt mondják, azért nem kell tehenet tartani, mert igen nagy a gáztermelése a marháknak. A marhák, mondják ezt a marhákról. Tehát gyomorba indul a fehérjeemésztés, a darabolás. Mi történik a vékony bőrben? Az epe, különösen az epehója, koncentrált epéje a nagy zsírgolyókat apró kis zsírgolyókra bontják. Minél kisebbre, annál könnyebb a hasnyálmirigy lipáz zsírbontó enzimének a dolga. De ott van a proteázis, a gyomorból darabolt a fehérjét, megszabadította a kémiai kötésekből a proteáz. A béta sejtek termelik az inzulint, az a vérbe kerül, de tessék tudomásul venni, hogy nincs szénhidrát emésztés, zsíremésztésnek, fehérje emésztés, külön-külön emésztés van. Ha valamelyiket terhelik betegek, mit hallok a televízióban? Hallok szó szerint, mert minap meglátogattam a feleségemet, és ő nála ugye televízió függő, be van kapcsolva, akkor is a vasal nem is néz oda. A rádióban is hallottam, mindig vamatert vegyenek be, mielőtt zabálnának, és akkor nem fog annyira égni a gyomra. A másik hirdetésben pedig hasnyálmirigy gyógyszer, úri meg egyebeket, vegyenek be étkezés előtt, és akkor nem puffadnak föl. Ahelyett, hogy elmondanák, ne zabálj! Nagyon fontos, hányszor és mit kell enni naponta? Hányszor kell enni? Ugye ostoba kínai mondás belesújkolták a fejükbe, reggelizél király módjára, ebédel polgár módjára, vacsorára, ad a koltusnak. Ez Kínában igaz, ahol a kuli, ha nem eszik meg egy marék, is nem tud dolgozni. De könyörgöm, tessék visszalapozni a történelemkönyvet, regényeket. A magyarok hogy étkeztek? Este ebéd. És akkor még 3 perc, mert elmondom, én olyan paraszt gyerek voltam, hogy mindent meg kellett tanulnom. Öregapám mindenre megtanított. Hajnali 3-kor keltünk, aratáskor. Sötétbe lehet gyalogolni, meg messzébb át megy az ember, akkor kitapogatja az a meziklába a talajt. 4:45-kor kiértünk, akkor már kezdett kirkadni, és óriási előnyöt, mert a pára, a harmat,
sokkal könnyebb lehet be lehetett vágni a kaszával a búzát, árpát, mindegy, hogy mi. Magyarul kaszálni, osztán 9 óratáj, 8:30-9-kor jött a füstöl. Ugye már dolgoztunk 4 órától, 9-ig 5 órát. Mi volt a füstöl? Bal kenyérben egy vékony szelet kenyér, rajta egy vékony kis szalonna, egy nagy fej, vörös hagyma, jobb kézben a bicska, és nagyon komótosan minden falatot 32-szer megrágva darabolva, mint egy 20 perc volt a füstöt. Figyelem, utána nem állt neki aratni társaságán. Egy negyed óra, 20 percet le kellett pihenni, mert az emésztéshez vér kell. Délbe aranszóra hozták ki az asszonyok, ugye a nagy kamasz gyerekek, üres kosárba az ebédet. Mi volt az ebéd? Leves, bőséges, sózott, ugye kóbásszal, sonkával, leves. Utána a legnagyobb kényszerbe is feltáj órára le kellett feküdni. Próbáltak már tele gyomorral fizikai munkát végezni, nem lehet, meg egyébként is honnét veszi el az izomobért, hát az emésztésről, meg az attól. 5 óra körül hazapattyogtak, 17:30-kor, 17:00-re hazajöttek, és jött az ebéd. Ekkor ették a tartalmas elvoltalatásra térnek, születre a tartalmas étel, sunka, kópás, szalámi. Bevacsoráltak. 7 óra, 7:30-kor vége volt a vacsorának, mikor sötétedik nyáron, ha nem változtatjuk. 9:30. Addig nem lehetett lefeküdni. Beszélgettek, pipáztak, leengedtek, és a tyúkokkal, mert azok is sötétedéskor mennek, tyúkokkal lefeküdtek. Mert 9 órától reggel 3-ig lehetett aludni. Nyáron a parasztember olyan volt, mint az akár, lefogyott 10-15 kilót. Aztán télen, amikor kevesebb munka volt, nem mozogtak annyit, akkor visszaszedte. És ez ilyen rendszerbe történt. 7 percen van, mert már annyi sem. De ismét visszatudás adja. Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék. Hoppá, tiszta lelkiismeret. Júj! Tiszta lelkiismeret, az hogy lehet előállítani? Szeretni kell, és megbocsátani. Haragot tartani nem szabad, bocsánatot kell kérni. Tiszta lelkiismeret. 5. pedig kitalálhatják. A mozgás. 60 év, elmondom legalább 3-szor, hogy lett a teremben. 60 éves korig naponta 2 óra gyaloglás. 70 éveseknek jó hír, 3 óra. 80 éveseknek 4 óra, aki megéri a 90-et, 5 óra. Miért? Mert ők kaptak lehetőséget, és egyre többet kell tenni az idős szervezetnek, hogy a kondícióját megtartsa. 60 év fölött, aki nem mozog, budapesti tévé és komputer nézők, meg biztos van is, nem mennek le, 2-3 kiló izomozatot tud elveszteni az idős ember. Egyetlen lehetőség van megtartani is. Azért nézek fehér farkasra, Mónus Józsefre, mert van nekem egy másik nagyon híres íjász barátom. Hogy hívják őt? Kassai Lajos. Tessék, megnézték a két embert, ha egymás mellé állítanák. Kassai Lajos egy kicsivel magasabb is, ránézésre. Hó, ez a Kassai Lajos milyen izmos. Tessék, megkérdezi Kassai Lajos azt, ami fehér, farkas, távrövésnél íjat megveszi, meg se tudja pendíteni. Kassai Lajos.
nem tudja föladni, nem tudja meghúzni, mert az ő izmai acélból vannak. Mindenkinek lehetősége van, ő is a gyerekkorba kezdte. Tudják, hogy ő mérnökember, meg milliómos, sok milliót keresett, de egy dolgot öltett magának. Életet. Élet az, hogy másoknak, vagy a pénznek rabszolgájának lenni, tapasztalják meg Isten világát, a szabadságot, hogy önök pláne ennyi nyugdíjat dönthetnek. Ő nem várta meg a nyugdíjkorhatárt. Szegény is lett, de felesége szintén világbajnok, gyerekei világbajnokok. És a magyar név nem megint híres, méltó régi hírnevéhez itt van, csak nem tudnak róla. Tudjanak róla. A hitvalláson műsoron kívüli az aljasság elkezdődik, de felolvasom önöknek, ez körülbelül 4-5 perc. Utána, ugyanár tudják a kérésemet, esélyben őssön senkinek tapsolni. Egyetlen perc, néma csönd, szemünket lehunjuk, és imádkozunk az ittenek a magyar Istenhez, aki nem azt vallja, az a Teremtőhöz, aki azt sem vallja, hogy Isten van, ő pedig a sorshoz, hogy adja meg, hogy elkerüljük a Covidot, adja meg, hogy gyermekeim pici babától nincsen, Covid nem tekintik, csak az idős emberek kevesebbet mozognak és gyengébb az immunrendszerük, ezért a kétoldali tüdőgyulladás náluk gyakori. Ugyanúgy támadja babák, gyerekek, kamasz, felnőttek. Ne hagyják, mert a csoda önökben van. Mindenből meg lehet gyógyulni, de jobb, ha nem betegszenek meg. Tehát ez a krédum, hitvallásom. Ó, édes hazám, te szép Magyarország! Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem, és nyelvem a magyar. Meggyőződésem szerint az idők kezdetétől őseink a világ legszebb földrajzi egységében, a Kárpát-medencében élnek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán küldetésünk van e földi létben. Küldetésünk a Kárpát-medencében a teremtett világ megőrzése, ápolása, szépítése. Különleges képességeinket azért kaptuk az Úristentől, hogy többet és jobbat tegyünk a világért, mint mások, másunk a Föld bármelyik területén. Sok ezer éves történelmünk során bizonyítottuk, hogy a sátáni időkben is képesek voltunk ég és Föld egységét megteremteni. Képesek voltunk küldetésünket teljesíteni, képesek voltunk a szeretet parancsát romlott világunkban is megtartani. Nem hatalmaskodni természet és nemzet felett, hanem megőrizni, megtartani, amit a Teremtő nekünk rendelt. Befogadni, hazát adni vándorló, üldözött népeknek, akik kopogtatnak, nem ránk törnek. Menedéket, kenyeret adni az ideérkezőknek. A tudás népe vagyunk. Nyelvünk bizonyítja, hogy ős időktől kezdve növények, állatok nemesítői, az emberi lét jobbítói vagyunk. A törvényeket Isten oltotta a szívünkbe.
Ezért is mondhatta Herakleitosz, ó görög filozófus, hogy a magyaroknak nincs szükségük írott törvényekre, mert a szkíta magyarok a törvényeket a szívükbe hordják. A műveltség, az ősök emlékezete, az írásbeliség megjelenése előtt csak szóban és dallamban terjedhetett. 200 000-nyi, jól hallják, 200 000 a népdal kincsünk, meséink, megjegyzem, hogy a nagy német alkölti, tehát német nyelvtelen 10 000, mondom 10 000. Meséink, a népajkán terjedő regényünk egyedül állóak a világon, mert meséinkben soha nem a pusztítás, soha nem mások legyőzése, hanem önmagunk gyengeségének legyőzése áll. Győzelme csak magunk felett adhatunk. A szeretet a legnagyobb erő, a megtartó erő. Ezért nem értik sokan Attila királyunk Róma kapuja előtt vezéreinek, katonáinak tett kijelentését, mert soha nem értették meg a magyar szellemet, a magyar nagy lelkűséget. Attila nagykirály Róma kapujánál megállva nem rombolta le Rómát. Egyes történészek szerint a következőket mondotta: ami szeretetemben vagyom, az hatalmamban vagyom, és fordítva, ami hatalmamban vagyom, az szeretetemben vagyom. A szeretet parancsának megtestesítője a Szent Korona eszménysége. A Szent Korona országaiban egymás mellettiség, egymás teljes jogú elfogadás volt az eszme. A magyaroknak küldetése mindenkoron a Kárpát-medencébe élő népek, országok testvéri segítése, tanítása volt. Az utóbbi 1000 éves történelemben írásos bizonyítékok sokasága igazolja, hogy megmaradásunk egyik záloga a Szent Korona eszmeisége. A Szent Korona tag a vérszerződéstől napjainkig az emberi együttélés, országlás fő törvényei, történelmi alkotmányunk biztosítéka. Köszönjük a Teremtőnek, hogy sok év reménytelenség után az alaptörvényben méltó képen emlékeztetünk meg a Szent Korona tanáról, a Szent Korona eszmeiségéről, történelmi alkotmányunk jelentőségéről. Kocsis István szavaival: mit jelent a magyar történelemben az alkotmányozás? Legtöbbször éppen méltó válasz jelent a nagy fenyegetésekre, ami most is van. A biztonságos jövendő felé vezető út megépítését jelentette. Kérem önöket, az itt őket és a magyar nemzet minden tagját, hogy illúziótól mentesen, reálisan ítéljük meg lehetőségeinket. Egy hosszú út elején állunk. Ennek az útnak az első lépéseit tettük meg. A magyar nemzet ébred. De sokan alszanak, vagy távolatban vannak. A Csipke Rúzsika álomból ébredő nemzetnek időre van szüksége, hogy megértse és teljesítse a Szent Korona tanát és annak üzenetét. Egyszerű szavakkal, egyszerű mondatokban kell megfogalmazni, hogy mindenki értse, megértse az üzenet lényegét. Báró Perényi Zsigmond koronaőr 1933-ban az országházában elmondott beszédéből idézett, amely pontosan és világosan fogalmaz: most, a mi időnkben minden magyar ember egyformán tagja a koronának,
származás, vagyon vagy felekezet nélkül egyforma jogokkal. Csak a kötelességekben lehet különbség közöttünk, mert azoktól, akik erősebbek és gazdagabbak és okosabbak, többet kívánunk. A magyar történelem századain át mély vallási kegyelet környezve a Szent Koronán, keresztény legendák és kommunikák hirdették, és a hívők erős hittel hitték, hogy a korona az egyház apostoli beje által csodás módon isteni sugallatból és angyali közbejárással adományoztatott. Ma is szentnek hisszük a koronát. Törpe nép az, amely nemes eszményekre nem tekint fel tisztelettel, amely múltját semmibe veszi, és így önmagát, a maga faját alacsonyítja le. De boldog nemzet az, és csak annak a nemzetnek a jövője, amely a múlt hagyományait és eszményeit a sors viharai közt is megőrzi. Mert a múlt az a szilárd alap, amelyre építeni lehet, és az eszmények hevítenek munkára, küzdelemre, áldozatra. A Szent Korona egyetértést, közösséget, békességet hirdet magyarok között. És ha majd eljön az idő, alkotmányunk szellemébe, külső befolyástól és kényszer nélkül, párt és magánérdek félretolásával az egyetemes nemzethez hivatva megvalósítani a Szent Koronának történelmi hivatását. A Szent Korona eszmeiségnek értelmében üzenet a mának és a holnapnak. Ez az általam szerkesztett üzenet. Mondjátok el gyermekeiteknek, unokáitoknak. A kommunizmus vörös ördöge után a liberalizmus kék, szivárvány színű gyilkosai fenekednek Kárpát-medencébe. Ismét árcsolják nekünk a keresztet. Innét üzenjük a világnak. Többször megfeszítettek bennünket, többször feltámadtunk. A legújabb kori bünkörzi időket éljük. A Szent Szellem kegyelme most áll. A Föld vajódik, Kárpát-medence szüli a jövő. Keresztény szellemű Európa megszűnt. Nincs mit védeni, teremteni kell. Ősi szellemi hagyatékunk fundamentumára kell újra építenünk az eredeti krisztusi szeretetvallást. A sötét világban, a vaksötét Európában lángot kell gyújtani, fényt kell sugároznunk. Szeretet forrássá kell lennünk, fénytoronnyá kell magasodnunk. A gonosz csak a teremtő segítségével, földre küldött fiának, Jézus Krisztusnak, új szövetségi parancsának be és megtartásával győzhetjük le. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek, mondja Jézus János evangéliuma szerint. Boldog asszony anyám, égi szent patrónám, hozzád fordulunk nagy énségünkben, kérünk, segíts meg bennünket, palástoddal védjed nemzetünket, Kárpát hazánkat. Esdeklünk, hogy Szent Fiat által ismételten nyerjük el az öreg Isten jó indulatát, védelmét. A múltnak szóló üzenet legfontosabb része, áldozat nélkül nincs jövő. Áldozatot kell hoznunk, Krisztusunk példáját követve. Önfeláldozó szeretet Istenért, családért, hazáért, az élő világ mindenségére. Mert Magyarország volt, van
és lesz mindörökké. Amen. Szemünk becsapódik egy perc néma csendbe, és lelkünk tisztítását kérem mostantól. Önöknek a csendet, Teremtő Úristennek kegyelmét köszönöm, hogy itt lehettem a mai napon is. Utolsó mondat. Teremthetünk egy új világot, ember szépen, nagyszerű. És nem halunk meg, mert az egyszerű, élni kell. Családért, nemzetért, az itt ülők, nagy része idősebb korosztály, nagyapak, apák, tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy mit jelent magyarnak lenni. Jó Isten áldása kísérje további programjukat és útjukat. Ha Jó Isten megengedi, és Csaba meghív, jövőre is itt leszünk. Tapsokat mellőzve, szerintem egy felállással és egy enyhe főhajtással köszönjük meg a tanítást. Szeretettel köszönjük.